munkám során rengeteg emberrel találkozok, idősekkel, fiatalokkal is. És ehhez kapcsolódik az a mostani megállapítás, hogy igazából rajtad áll, hogy te hány éves vagy, és milyen korúnak érzed magad. Az, hogy azon múlik, hogy te mikor döntöd el, hogy belassulsz, hogy öreget játszol, hogy a betegséget választod, hogy a lassú tempót választod, hogy a nélkülözhetőséget választod, ezek mind-mind rajtad állnak, hogy mit választasz. Tehát igazából azon múlik, hogy milyen korúak vagyunk, hogy milyennek éreztük magunkat, ez talán egy közhely, de igazából a mi saját döntésünkön múlik, hogy mi magunk azt választjuk-e aznapra, hogy élünk vagy haldoklunk. Hogy melyik kategóriába tesszük magunkat, tevékenységeink, viselkedésünk, kapcsolódásaink, kommunikációnk során. Tehát ha én naponta azt mondom el, hogy jaj, de fáradt vagyok, meg ebben a korban már ez történik, meg ilyenkorban már mindenki beteg, akkor én azt választom. Tehát választjuk-e az életet, választjuk-e az egészséget? Ez a kérdés.